Szeretettel köszöntöm a Hévízi Televízió nézőit április 5-én, kedden. Minden ilyen alkalommal híradónkkal indul a műsorfolyam, így lesz ez ma is, már is jönnek friss híreink. Nagy Bálint Keszthely eddigi polgármestere nyerte az országgyűlési képviselőválasztást a Zalai 2-es számú, Hévízt és további 99 települést felölelő választókerületben. Országosan a Fidesz-KDNP tarolt, és jó esély van arra, hogy a kormányzó pártok ismét, immár zsinórban negyedszer kétharmados többségbe kerülnek. A hivatalos végeredményt a hétvégén hirdetik ki. Az előzetes eredmény szerint Nagy Bálint 29.483 voksal, a szavazatok 61,7%-ával győzött, több mint kétszer annyi X-et szerezve, mint legfőbb ellenzéki kihívója Elekes István, aki 13.956 szavazattal 28,91%-os eredménnyel zárt. A választókerületben Berei Gábor, a Mi Hazánk politikusa végzett a harmadik helyen 6,31%-os teljesítménnyel. Rajtuk kívül még két induló volt, Németh Emese, az MKKP és Csendes József, a Normális Párt jelöltje. Előbbi 2,53, utóbbi 1,18%-ot ért el. Hévízen mind az öt szavazókörben Nagy Bálint győzött jóval 50% feletti eredménnyel. A politikus múlt vasárnap késő délelőtt szavazott felesége Nagy Szilágyi Magdolna társaságában. Szinte ugyanebben az időben voksolt Pap Gábor Hévíz polgármestere is, amely után arról beszélt, óriási a tét, és ennek megfelelően döntött. Hogy a jövőre szavaztunk, arra jövőre, ami az elmúlt 12 évben azt gondolom, hogy töretlenül fejlődött és megmutatta a jelenlegi kormányzat azt, hogy milyen irányba kell haladni azokat a súlyos dolgokat, gondolok itt a Covidra, vagy jelenleg a háborús helyzetre, amit megfelelő módon kezelt ez a kormány. Én azt gondolom, hogy ezt kell tovább folytatni. A Hévízi Terézanya Szociális Integrált Intézmény két telephelyén összesen 22-en igényeltek mozgóurnát, amely délután érkezett meg a bentlakásos otthonokba. Úgy döntöttem, hogy szavazok, magyar állampolgár vagyok, érdekel, hogy mi lesz velünk, a családom véget is, hogy a gyermekeimnek, unokáimnak a jövője hogyan fog alakulni. Simon Gyuláné, aki korábban 40 évig élt az Egyesült Államokban, de a honvágy hazahozta nyugdíjas éveire, késő délután érkezett az IJ-s iskolába. A másik oldalra nem lehet szavazni, hát sehogyan se lehet szavazni, háborút akarnak. Meg az egész, amit a tévén látok, az a borzalmas különbség a két párt között, az intelligens párt, az olyan párt, aki mintha baj lenne az agyukkal. A választókerület számos településén jártak EBSZ megfigyelők is, és híradónk úgy tudja, a külföldi delegáltak sehol sem fogalmaztak meg negatív véleményt. A választást országosan a Fidesz-KDNP, a 100 települést felölelő Zalai 2-es számú választókerületben pedig Nagy Bálint Keszthely eddigi polgármestere nyerte, aki vasárnap éjjel köszönetet mondott azoknak, akik a kampányát segítették, és mindazoknak, akik elmentek voksolni. A politikus leszögezte, a kisebb településeken a vártnál is jobb eredmények születtek, és a városokban is várakozáson felüliek a számok. Nagyon nagy tétje volt most a választásoknak a fejlesztéseken, az eddig elért eredmények megőrzésén túl, olyan tekintetben is, hogy a szomszédban dúló háború nagyon fontos, hogy a békét meg tudjuk őrizni, és ne terjedjen át Magyarországra. Tehát azt a választók azt gondolom, hogy nagyon bölcsen látták, hogy ahhoz, hogy a eredményeket meg tudjuk őrizni, a fejlesztéseket folytatni tudjuk, ahhoz először is béke és stabilitás kell, ehhez pedig tapasztalt és felelősségteljesen gondolkodó politikusokra van szükség. Nagy Bálint leszögezte, képviselőként a legfontosabb az lesz számára, hogy az elindult Keszthelyt és a térséget is előrevívő munka folytatódjon, és dinamikus maradjon ennek a 100 településnek a fejlődése. A Zöld Városfejlesztés elnevezésű program keretében újult meg gyakorlatilag teljes egészében a Hévízi piac. Átalakult az elárusító tér, korszerűsödött a régi piacépület. A hagyományos, tematikus piaci programok mellett hamarosan új áruféleségek is várják majd a vásárlókat. 272 millió forintos beruházásból újult meg a Hévízi piac.
A fejlesztés keretében új pavilonsor épült ki, elárusító helyek születtek, zöld felületek, járófelületek újultak meg, kicserélték a közműveket, a régi épület napelemes rendszert és szigetelést kapott. A vásárlók már birtokba is vehették a megújult létesítményt. Töretlenül fejlődik az elmúlt 8-10 évben gyakorlatilag a piac, és hát nehezen ebben a nehéz időszakban ezt a projektet nem volt egyszerű végigvinni, hiszen számos árdrágulás, gazdasági nehézségek is sorolhatnám még, Covid nehézségek, de a töretlen fejlődést szolgálja az odalátogatókat is, és a helyben árulókat is. Az egyre nagyobb népszerűségre szertévő hévízi piac a kezdetektől fogva célként tűzte ki a vásárlók minél magasabb színvonalú kiszolgálását, a piac környezet megújulása e folyamat része. Ezt valamikor egy elhagyott ipartelepen kezdtük, külsőségekben semmi esetre se volt olyan, amilyennek egy piacnak lenni kellett, de hamar megtöltöttük élettel, belaktuk, sikerült kivívnunk egy nagyon komoly látogatottságot, és végre egyszer külsejében is méltó ruhát kapott a piac a belső tartalomhoz. Még korábban töltöttük meg élettel, mint ahogy kialakult ez a szép új épület, amit igyekszünk belakni minél hamarabb. A piac nem csak külsőségeiben változott vásárlóbarát irányban, de szolgáltatásai is bővültek. Új standok, áruféleségek jelennek meg hamarosan, és folytatódnak az egyre népszerűbb tematikus napok is. A most bemutatott program eredménye volt az is, hogy szombaton minden a medvehagymáról szólt a termelői piacon. Találkozhattunk pogácsával, pesztóval és még medvehagymás lángossal is. Barát István mesterszakács pedig két különleges fogást készített el, szintén a medvehagyma felhasználásával. Az első fogásunk medvehagymás, rablóhús nyárson. Barát István mesterszakács a medvehagyma felhasználásával két fogást készített el szombaton a termelői piacon. A tematikus napok keretében most hétvégén a természet ajándéka, a medvehagyma került a középpontba. A növénynek rendkívül sokféle felhasználása ismert. Készítenek belőle leveseket, mártásokat, salátákat, emellett élettani hatásai is kiemelkedőek. Például a immunerősítő hatása van, a vér ereket tisztítja, a gyomor és a bérrendszer működését elősegíti, légúti betegségekre is nagyon jó hatással van, és hát ezért használjuk. Az utóbbi időben, körülbelül olyan 10 éve van újra nagy kultusza a medvehagymának. Régebben használták, de most újra fölkapott lett. A medvehagyma szezonja március és április. Frissen szedve szinte bármilyen étel ízesítésére alkalmas. A mesterszakács két különböző fogást készített a növény felhasználásával. Az egyik rablóhús nyárson grillezett zöldségekkel, a másik pedig csirkemell, medvehagymás mártással és nudlival. Ez egy tejszínes krémsajtos pite, medvehagymával, fokhagymával, egy kis füstölcsonkával és vitaminpaprikával. A látványfőzés mellett a termelői piacon több standnál is találkozhattunk a medvehagymával. Többek között pitével, pogácsával, lángossal, pesztóval, valamint természetes cserszavas erjedéssel készült savanyú káposztával, amiben helyet kapott a frissen vágott medvehagyma is. Az elmúlt tematikus napok rendkívül látogatottak voltak, nagy sikere volt nekik, és ennek nyomán szeretnénk folytatni ezt a hagyományt, hogy valamivel növeljük mindig a látogatottságot. Ezek egyébként már tavaly évben is csináltunk ilyesmit, hogy különböző főzéseket, sütéseket, nem rendszeresen, alkalmanként most szeretnénk ezt gyakrabban csinálni, hogy folyamatosan a látogatottságot fenntartsuk. A sikeres tematikus napok keretében találkozhattunk már a piacon dödöllével, palacsintával. Most hétvégén pedig medvehagymával minden mennyiségben. Több mint 250, majdnem 2000 éves római kori érmét állítottak ki a zalaapáti községházán. A Balatoni Múzeum gyűjteményét gazdagító leletegyüttes 1919-ben került elő a település hosszú falusi részén. Szeretném, hogyha még inkább mindenki átérezni azt, hogy mennyire értékesek vagyunk.
nem csak a jelenbe is szeretnénk, hanem a nagyon gazdag történelmi múltba. Az ezüstpénzekből, ezüstedényből és karperecből, illetve nagy bronzokból álló leletegyüttes Szentkirályi István birtokán került elő földmunkák közben. A majdnem 2000 éves történeti ritkaságokat most láthatja először a közönség. A Balatoni Múzeumnak nagyon fontos, hogy kitárulkozzon és kilépjen a polgárok közé, hiszen akik itt ezt az érmet megnézik a faluba, az adott településen, ahol ezek előkerültek, nagy valószínűséggel ők be a múzeumban nem fognak bejönni, ez a tapasztalat sajnos. Így további terveink is vannak, hogy még egyéb gyűjteményi részekkel, még egyéb településekre is ellátogassunk. Az érmétről annyit lehet tudni, hogy az első századra kertezhető. Klinger László, a múzeum régész igazgató helyettese kiemelte, nem gyakori, hogy ilyen zárt leletegyüttes ennyire jó összetétellel kerül elő. Az egyik legfontosabb hozadéka, hogy az első érmék nagyon jól datálják a római éremforgalom megindulását itt Pannoniában, illetve az, hogy a záróérmék a 154-es, 155-ös keltezéssel, pedig valószínű, hogy egy olyan barbár betűrésre utalnak, amelyekről írásos dokumentumunk nem maradt fel. Tehát ez a történeti értéken úgy gondolom, hogy felbecsülhetetlen ennek az érem együttesnek. A nagy bronzok májusban a hónap műtárgyaként is láthatók lesznek a Balatoni Múzeumban, de ezen a héten az alaopátiak is ismerkedhetnek a kincsekkel. Nagy öröm számunkra, hogyha olyan leletek kerülnek elő, amelyikhez településnek, a térségnek köze van. Itt most nagyon régmúltról kell, hogy említést tegyünk. Több mint 2000 évvel ezelőtt is éltek itt emberek. Kiváló hely ez így. Ezt igazolja nekünk. Az alaopáti községházán bejelentkezéssel bárki megnézheti a kincseket, szombaton 17 órától pedig nyilvánosan is bemutatják a leletegyüttest egy vetítéssel egybekötött előadás keretében. Magazinunkban elsőként megmutatjuk, hogy a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhely Galériák országos rendezvényéhez csatlakozva várta látogatóit hétvégén a Keszthelyi Népművészeti Alkotóház. A kétnapos program során tojásfestésre, berzselésre és hagyományos húsvéti dekorációk készítésére is volt lehetőségük a résztvevőknek. Kiállítást is rendeztek, és a hónap hagyományos mesterremekévé ez alkalommal Bognár Edit népi iparművész csipketerítőit választották. A Keszthelyi Népművészeti Alkotóház rendezvényein és műhelynapjain évről évre lehetőséget biztosít a helyiek számára, hogy akár elméletben, akár gyakorlatban is megismerkedjenek a népi hagyományőrzéssel és a népi iparművészettel. Ennek szellemében csatlakoztak idén is, immár 9. alkalommal a Népi Kézműves Alkotóházak és Műhely Galériák országos hetéhez. Van, amikor napjainak szólt ez a rendezvény, most az egész hét erről szól. Minden olyan alkotóház vagy kézműves műhely, ez lehet közösségi, vagy lehet akár egyéni, akik csatlakoznak ehhez a felhíváshoz, kinyitják a kapuikat, vendégeket várnak és programokat szerveznek nekik. A francia kezdeményezésű rendezvény során országszerte népművészeti programokkal, a népi kézművesség különböző területeivel és húsvéti hangulattal várták az érdeklődőket. Így volt ez a Keszthelyi Alkotóházban is, ahol a hétvége során a tojásfestés bizonyult a legnépszerűbb elfoglaltságnak. Volt egy gyerekcsoport, akik berzseléssel díszítették a tojást, ez a levélrátétes tojás, ami azt hiszem eléggé ismert. A felnőtteknek viszont Kovácsné Gizike egy gömöri típusú tojásdíszítést mutatott. Viasszal díszítik a tojást, de nem írókával, mint amit általában megszoktunk, hanem gombos tűfejjel, amit egy pálcába tesznek bele. És ezzel egy nagyon érdekes pontokból, vonalakból álló díszítősort lehet összeállítani. A geometrikus mintasort pontokból és vonalakból állítják össze. Általában egy sötétebb színű viaszt használva készül a dekoráció, míg Szlovákiában például a minta színesebb változata terjedt el. Pontokból és vonalakból áll össze a díszítmény, és akkor, ahogy általában Magyarországon a tojásírás történik, hogy elválasztják
Az érdeklődők a különböző technikák mellett az egyedülálló karcolt tojások történetével is megismerkedhettek. Általában a falvakban nem nagyon csináltak, inkább pásztorok szoktak karcolt tojásokat készíteni. Ez a rózsa minta, ez a 1920-as években a hímzések, polgári hímzések között megjelent. Ezek kerültek át a tojásokra, és ma Gencsapátiban ezek a motivumok helyi értékek lettek, és az ottani művelődési házban tanítják is most ezeket a mintákat. A műhely munka során a tojások dekorálása mellett számos, az ünnepkörhöz kapcsolódó dísz is készült, ami a résztvevők keze munkáját dicsérte. Húsvéti muszikabábot készítek. Asztali dísznek kis kosárba tojások mellé lehet rakni. És fészből készítem, fészből a virágot, illetve hímzéssel kiegészítve még. Ilyen pipatisztító vagy pipaszurkáló dótot raktam bele, ami megkönnyíti azt, hogy vagyis lehetővé teszi azt, hogy egy kicsit meghajlítsam a fülét, hogy nyuszisabb formája legyen. Nyuszik azonban nem csak filcből készültek, a résztvevők az ehető változatát is elkészítették. Keltésztát csináltunk egy érdekesebb recepttel, mert van az a hagyományos, hogy tejbe futtatják fel az élesztőt, ez pedig langyos vízzel és cukorral. És így is csodálatosan felhabzott. A tészta kelesztését követően csupán a formázás és a sütés maradt. Röpke 20 perc alatt peckesen sorakoztak a tepsiben az édes keltésztából készült nyuszik és húsvéti csibék. A húsvéti ünnepkörben a különböző ételek és díszek mellett az egyéb népi dekorációs elemeknek is nagy a jelentőségük, hiszen az ünnepi asztalra több helyen is felkerülnek ilyenkor a csipketerítők. A csipkét sok helyre felhasználták. Keresztelő inget készítettek kidíszítve csipkével, komakendőt készítettek csipkedíszítéssel, és a szép ünnepi terítőket tették fel. Külön volt, hogy húsvétra terítő, karácsonyra, meg hát volt a halott ünnepel is, mert arról is lehet beszélni. Annak is ilyen szép csipkéből készítették az oldalrészét. A kiállítás másik apropója a hónap hagyományos mesterremeke sorozat. Az esemény sorozatot tavaly nyáron hívta életre az Alkotóház. Ennek keretében az úgynevezett A-kategóriás mesterek állítanak ki. Ez azt jelenti, hogy a zsűri sem a technikában, sem a motivumokban, kivitelezésben semmi kifogásolni valót nem talál, és nagyon ritkán szokták ezt a kategóriát kiadni. Na most ide választottunk két olyan csipkét, ami ilyen hagyományos mesterremeknek minősül, vercsipkékről van szó. A csipkeverés egy reneszánsz eredetű technika, mely két részre bontható. Míg a varrott csipke egy szállal készül, addig a verés lényegesen bonyolultabb folyamat. Így, hogy kis pálcákra csavarják föl a fonalakat, ezeket kettesével összekötik, ezeket fölteszik a csipkeverő párnára, és akkor gyakorlatilag két motívum van benne, két mozdulat, egy ráhajtás és egy csere, de ebből a két mozdulatból rengetegféle verés, úgynevezett verés jön létre. A legegyszerűbb, amit úgy szoktak hívni, hogy vászonverés, ez tényleg úgy néz ki, mint egy vászonfelület, csak szellősebb. Ezen a két terítőn, a hagyományos mesterremeken csak nem mindenféle verés technika látható. Itt rózsaverés, ez egy elég konkrét, nehezen megvalósítható technika. Ezek itt pókok, ez itt azsúros vászonverés. Itt ez nem vercsipke, de a föl erősítéshez maga az anyagból húztak ki szálakat, és azsúrozással történt a visszahajtás. Ez itt megint rózsaverés, ez itt vászonverés, itt pedig félverés, és itt szintén pó. A Bognár Edit által vert csipketerítők és mesterremekek számos látogatót vonzottak az Alkotóházba. A kiállítást áprilisban az intézmény nyitvatartás idejében tekinthetik meg a népi iparművészet szerelmesei. Műsorfolyamunk folytatásában láthatják Döntés után című stúdióbeszélgetésünket aktuális városi témákról, és ajánlunk önöknek programokat. Ma is láthatnak gazdára váró kutyusokat, megismerhetnek egy újabb ifjú tehetséget, és ezúttal is kínálunk olvasni valót a városi könyvtárból. További tartalmas televíziózást kívánunk nézőinknek!
Tisztelettel köszöntöm nézőinket, önök a Évvízi Televízió Döntés után című műsorát látják, amelyet akkor szoktak látni, amikor ülésezik a képviselő testület, és utána egyfajta összefoglalóként vendégül látjuk a stúdióban Papp Gábort, városunk polgármesterét. Most is ez történt, múlt csütörtökön ülésezett a testület. Köszönöm szépen, hogy elfogadta ismét és újólag a meghívásunkat. Nem csak és nem kizárólag a testületi ülésről lesz szó, de először talán arról beszámolókat fogadott el a testület Évvízváros intézményei részéről. Mik voltak a tanúságok? Hát a tanúságok mindenhol gyakorlatilag mondhatom azt, hogy jön azokkal a problémákkal és pozitívumok is természetesen azért megjelentek. A probléma mindenhol abból fakad, hogy az elmúlt két év covidos időszakának még mindig isszuk a levét, vagy az intézmények is isszák a levét, ha ilyen furcsán fogalmazhatok, hiszen azért ez nagy nehézségek elé állította a várost, és a városon keresztül ilyen módon az intézményeiket, akár beszélünk a Gamesről, akár beszélünk a Terézanya Szociális Intézményről, és ugye ott azért egy széleskörű ellátási hálózatról beszélünk, de sorolhatnám még az egyéb más intézményeket, Hévűz Kft. Parkolással kapcsolatos ügyeit, művelődési intézmény. A beszámolók, én azt gondolom, hogy mind helyén valók voltak, hiszen a képviselőtestület elfogadta őket, sőt, meg is köszöntük természetesen az elvégzett munkát, hiszen ezek a nehézségek, amik jelentkeztek az elmúlt időszakban, ezek ellenére is tudták tartani ezek az intézmények, az intézményvezetők irányítása alatt azt a színvonalat és azt a feladat mennyiséget végre tudták hajtani, ami rájuk kivaróva, úgyhogy még egyszer csak gratulálni tudok nekik, és köszönet jár minden egyes dolgozónak, akik ezeknél az intézményeknél, így akár a televíziót is említhetném, hiszen ők is, vagy önök is ide vannak természetesen sorolva. De hát látjuk ezeket a nehézségeket, de pozitívan állunk hozzá a dologhoz, és mindenki pozitívan állt hozzá a dologhoz, hogy azért szépen lassan talán ki tudunk jönni ebből a nehéz időszakból, és akár létszámbelileg és finanszírozásbelileg, hiszen ez a két fő probléma, az elkövetkezendő évben, idei évben tudunk előrelépni mindenhol. Akkor tulajdonképpen ez biztató. Igen. Volt és megnyugtató. Talán kevésbé biztató, viszont föltétlenül szükséges az a napirendi pont, amelynek keretében a testület módosította a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermek jóléti ellátásokról szóló rendeletét is. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy július 1-től változások következnek be kényszerűen. Hát igen, ez is ennek a gazdasági helyzetnek köszönhető, hiszen olyan szinten mentek el az árak, akár mondjuk elsősorban itt beszélhetünk a közétkeztetés különböző formáiról. Hogyha csak egy példát mondok, akkor a húsárak 60%-kal emelkedtek, tehát az előállítási árak nagyon messze vannak a bekerülési költségtől, és itt valamiféle emeléseket kénytelenek vagyunk eszközölni. Még így is ezekkel az emelésekkel is, ahogy én is mondtam, majd ez július 1-től fog bejönni, sem gyakorlatilag itt mindig az önkormányzat ez akkor is hozzá fog rakni forrást, de valamiféle áremeléseket muszáj alkalmazunk, hiszen mindenki a napi életében is láthatja, hogyha elmegy egy boltba, akkor mit mennyiért kap meg. Ez mondom elsősorban az étkeztetéssel kapcsolatos, de ez más területekre is adott esetben kiterjedhet, de gyakorlatilag a fő vonal vagy a fő kérdés az ebben volt, ezt a képviselőtestület elfogadta, az intézmények ezt kidolgozták, és próbálták ezeket az emeléseket is a minimális szintre hozni, tehát 1-200 forintos emelésekről beszélünk ezekben az esetekben. Viszont szükségszerű. Elkerülhetetlen, hiszen fenntarthatatlan lenne
és még nagyobb ráfizetéssel, ami azt jelenti, hogy máshonnan kellene elvennünk forrásokat, amiben itt sem bővelkedünk. Foglalkozott a testület a 2021. évi adóigazgatási feladataival. Itt számszerűleg jelentkeztek azok a hiátusok, amiket a Covid okozott, hiszen az adóbevételeket értékelte a testület. Hát igen, itt például, ha beszélünk az iparűzési adóról, akkor több százmillióval kevesebb folyt be természetesen, hiszen a gazdasági következmény nem csak az önkormányzatokat, hanem a vállalkozásokat is érinti, így a vállalkozások adófizetését is érinti, hiszen kisebb bevételnél kevesebb adót tudnak befizetni, azok ellenére is, hogy a magyar kormány támogatásokkal és egyéb lehetőségeket biztosított ezen vállalkozások számára, de hát ez az önkormányzatoknál is jelentkezik, és ahogy mondtam, ez több százmillió forintos mínusz a 2019-es megelőző évekhez viszonyítva, kompenzációt a magyar állam valamilyen szinten biztosított a 25 ezer lélekszám alatti településeknek is. Nem olyan régen jelentek meg ezek a kormányrendeletek, de hát ez még mindig messze van attól azoktól a bevételektől, amit korábban mondjuk 19-ben és azt megelőző években a vállalkozások tudtak hozni. Hát itt is reméljük, hogy gyakorlatilag vissza tudunk majd állni szépen lassan a vállalkozások is, és mi is ahhoz a bevételi forrásokhoz, amiket ugye az elmúlt években is látható volt, hogy visszaforgatjuk és visszaforgattuk, hiszen a működési kiadásaink, amiről már nagyon sokat beszéltünk, akár az önként vállalt, akár a kötelező feladatok, azok alapvetően magasak, és nem egy olyan szinten működik és működött a város, amit fenn szeretnénk tartani. Úgyhogy itt is elvégezte a hivatal a megfelelő munkát, a számok pedig azok, amik. Úgyhogy itt nem most az ellenőrzésekről, meg pluszadó kivetéséről van szó, szó sincs ilyenről, hanem egyszerűen csak a számokat szerettük volna látni. Az adó fegyelem, hogy úgy mondjam, rendberakását szolgálja az a napirendi pont is, amelyben kiderült, hogy az adóhatóság célvizsgálatokat kezd a városban. Így van, hát ez alapvetően egy megszokott intézkedés az önkormányzatok esetében. Ilyenkor az önkormányzatok is meglépik természetesen ezeket a kötelező feladataikat. Itt adott esetben lesznek, amiket felül kell vizsgálni bizonyos adónemek, hiszen változnak mondjuk az épületek nagyságai az elmúlt időszakban, tehát itt építményadókról beszélünk. Ez egy megszokott, mondhatom azt, hogy egy megszokott feladatidő közönként, amikor ezeket az önkormányzatoknak végig kell nézni. Ezt leellenőrzik, de eddig is, és azt gondolom, hogy ezen túl is mindent rendbe találtak a központi szervek. Eredményes volt tehát a képviselőtestület ülése, sok mindenben született döntés. Így van. Mint ahogy eredményes volt a választás is. Hévízen, amint említettem, nem csak a képviselőtestület ülésével foglalkozunk, hiszen vasárnap választott Hévíz is, hogyan? Hát igen, ugye most a műsor az 4-én beszélgetünk itt, tehát a választás másnapján vagyunk, ez lehet, hogy egy kicsit az arcunkon meg is látszik, hiszen sokáig volt fönn mindenki és várta az eredményeket, és nagyon sok embernek munkával is telt. Hát elmondhatjuk először is, hogy köszönet a választópolgároknak, hogy rendben és nagyon nagy létszámban magas részvételi arányjal mentek el, szokás szerint mondhatom azt, Hévízen szavazni. Köszönet jár azt gondolom a delegáltaknak, legyen az önkormányzati delegált, legyen az különböző pártok delegáltjai, akik részt vettek és segítették a munkát. Hiszen azért ez egy bonyolult szavazás volt, hiszen három szavazásról beszéltünk, népszavazásról, párt szavazásról és egyéni mandátumok szavazásáról is. Az eredmény pedig lett, ami lett. Nem volt titkolt alapvetően, mondjuk hogy a személyes vélemények, mondom, hogy én továbbra is a kormánypártok támogatásában bíztam és győzelmében bíztam. Hát ez megvalósult, természetesen az ellenfélnek is jár a gratuláció ebben a versenyben, és én azt látom, hogy tovább kell menni ezen az úton, és hát ezt szavazták meg az emberek, nem is kis arányban, hiszen
gyakorlatilag ekkora többséggel még a kormánypártok, és ráadásul egy negyedik ciklust, illetve már ötödik választás, de egyfolytában negyedik ciklust nyertek meg a kormánypártok. Ez európai és világszinten is egyedülálló, ráadásul egy nagyon erős kétharmados többség, habár még a választások nem zárultak le, hiszen még a számok kicsit nem hivatalosak, még változhatnak, hiszen a külhoni szavazatok, illetve a levélszavazatok, aki máshol kérte, vagy máshol szavazott, de ugye ilyenkor át vannak küldve, tehát ugye most már az a rendszer működik, hogyha valaki éppen Budapesten tartózkodott héviziként, akkor a hévízire szavazhatott, tehát ezek még az elkövetkezendő napokban még kisebb változásokat azt gondolom hozhatnak, de kevés az a választókerület, de van egy pár választókerület. Itt vidéken egyértelműen mondhatjuk azt, hogy biztosan eldőlt, úgyhogy itt szeretnék is gratulálni, ha bár ezt én már tegnap este is megtettem, de így nyilvánosan is szeretnék gratulálni a kettes választókörzet új országgyűlési képviselőnek, Nagy Bálint úrnak, aki magas többséggel, meggyőző arányban, egyértelmű meggyőző arányban Hévízen is, és az egész választókerületben is megszerezte az egyéni mandátumot, a kormánypártok úgy szintén, és azt gondolom, hogy a népszavazásnál is, még ha nem is ért el az érvényességi küszöböt, amire azért lehetett számítani, hiszen itt azért egy nagyon magas az érvényességi küszöb, de hát 92-93% környékén van a legutolsó hírek alapján a nemek szavazata, tehát hogy gyakorlatilag az emberek ellent mondtak annak, és elmondták a véleményüket, hogy a gyermekeink védelmében ők mit szeretnének látni, úgyhogy összességében ez egy sikeres választás volt a kormánypártok részéről, aminek én személy szerint örülök, és láthatóan a hívzi polgárok is, hiszen a hívzi polgárok többsége is így, de még egyszer azt mondom, hogy a ellenfélnek is gratulálni kell, hiszen ők is helytálltak, kihozták azt az eredményt, amit ki tudtak hozni, és azt gondolom, hogy innentől kezdődik a újbóli munka, vagy a munka folytatása, ami nem lesz egyszerű, hiszen egy háborús helyzetben vagyunk benn, és látva az önkormányzat problémáit, amiről beszéltünk, ezeket meg kell oldani, de én azt gondolom, hogy a magyar kormány segítségével, amit eddig is megkapott Hévízvárosa is, tovább tudunk lépni, és újabb sikereket tudunk elérni az önkormányzati választásokra is, 2,5 év múlva, de egyáltalán a mindennapi munkánkban. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Köszönöm szépen a lehetőséget. Életnagyságú bábuk, sisakok és kardok látványos diorámák segítségével ismerkedhetnek meg az érdeklődők a római korral az Egregyi Múzeumban a Római kor évszázadai című kiállítás keretében. A tárlat április 15-éig nyitvatartási időben tekinthető meg, hétfőtől péntekig 8 és 14 óra között. Március 26-ától április 19-éig tekinthetik meg az érdeklődők a Keszthelyi Balaton Színházban az Országos Képző és Iparművészeti Társaság, valamint a Helyi Művészek Borképtárának jóvoltából a Szőlő és Bora Képzőművészetben című kiállítást, a tárlatnak a Básti terem ad otthont. A Keszthelyi Balaton Színház Simándi termében megnyílt Emóció címmel Dajka Margot fotókiállítása. A képeket április 19-éig tekinthetik meg az érdeklődők. Hévízen március 29-én vezetett városnézéssel fürdőtörténeti sétára várja az érdeklődőket a Turinform iroda. Érdekes legendákkal és hasznos információkkal is gazdagodhatnak mindazok, akik időben leadják jelentkezésüket.
Csányi Sándor a Magyar Köztársasági Érdemlovak keresztjével kitüntetett Jászai Mari díjas színész lesz a vendége a Gyenes Diási Tracspartinak március 30-án 18 órától. Jegyek és részletes információk a programmal kapcsolatban a Gyenes Diási József Attila Művelődési Ház és Könyvtárban kérhetők. Április 15-e és 18-a között rendezi Hévízvároson Húsvéti Vidámság Hévízen elnevezésű rendezvénysorozatot, melynek keretében nagypéntektől húsvét hétfőig népi játékokkal, színes programokkal és könnyű zenei koncertekkel is várják a látogatókat. Április 30-án jubilál a Boldog Békeidők Hévízen elnevezésű népszerű rendezvény. A 10 éves program idén megújult formában kísérő programokkal tarkítva várja a nagy érdeműt. Szeretettel várják előzetesen az egyéni és csoportos felvonulók regisztrációját. Gazdira várnak az Elizabeth menedék kutyusai, hiszen nekik is jár egy újabb esély a boldogságra. Dogline című sorozatunkban ismét a kis védenceké a főszerep. Bogyó Ördög és Boni is keresi a számára megfelelő gazdit. Bogyót Keszthelyről hoztuk, a gazdiknak el kellett költöznie egy kertes házból egy emeletes házba, és nem tudták magukkal vinni. Ő egyébként azért is szerettem volna most róla beszélni, mert nagyon szomorú itt, és le is van fogyva, amint látszik, pedig rengeteget kap enni. Volt neki egy kis gazdája, egy ilyen maximum 10 éves fiúcska, és őt nagyon szerette, hátán lobagolt meg ilyenek, úgyhogy ő nagyon imádja a gyerekeket, hát más kutyákat nem annyira, talán lánykutyákkal össze lehetne szoktatni, de hát ő életében nem találkozott így más kutyával, meg sajnos úgy láncon élt, de ettől függetlenül a kisgyereket azt nagyon szerette, és ő, szerintem ő egy nagyon jó lenne egy ilyen kisgyerekes családba. Ott, ahol esetleg nincs másik kutya. Kicsit ilyen különleges színe is van, meg a szőre is különleges, hogy így elől ilyen nagyobb, hátul pedig rövid, tehát egy kicsit ilyen oroszlános megjelenése van. Fiatal kutya, úgyhogy lehet vele még nagyon sokat tanítható, tehát sok feladatot meg lehet neki még tanítani nyugodtan. Én szerintem biztos, hogy sokkal boldogabb lesz majd, hogyha lesz egy családja. Zalacsányból került be hozzánk, és hát annyi a története, hogy meghalt a gazdája, végül ezért került be, de itt előtte is voltak már problémák, mert az a gazdája konkrétan verte ezt a kutyát. Ez egy ilyen részeges emberke volt, tudom, hogy halottról jót vagy semmit, de azért hozzátartozik ez a történet. Ez egy férfi volt ez a gazdája, és amikor először oda mentünk, hogy behozzuk, akkor ő ki volt kötve láncon a házához, és nem is jött oda barátkozni, morgott a házban bent, szóval úgy elég érdekes volt. Aztán kiderült, hogy volt egy hölgy, aki ment hozzá így rendszeresen, és akkor ő próbált vele barátkozni, meg labdázott, nagyon szeret labdázni. Ő etette, és akkor így a nők fele jobban nyit. Nem egy rossz indulatú kutya, csak hát így ettől a múltjától, hogy őt nagyon-nagyon megverték, állítólag nem is tudom, kalapáccsal is, meg minden, ezért ő itt tart, meg van benne egy ilyen bizalmatlanság, egy ilyen elsőre. Lánykutyákkal jó, nagyon jó a viszonya, ő még ivaros, de őt is ivartalanul lehet majd örökbe fogadni. Fiúkutyákkal nem annyira, határozott gazdát igényel, nem egy ilyen kis
untyuló-puntyuló kutya, hanem azért meg kell neki mutatni, hogy ki a vezér, és hogy kit kell neki követnie, kinek az utasításait kell elfogadni, hogy ne ő legyen az. Ő Boni. Keszthelyről került be, úgy egy bejelentés érkezett, hogy kikötve tartanak két kutyát, és kiérkeztünk a helyszínre, és hát valóban ő ki volt kötve a teraszra, hát egy ennél rövidebb kötéllel, és nagyon meleg volt, se víz, semmi nem volt, és akkor mondták, hogy azért van kikötve, mert a másik kutyával össze balhézik, de hát mondtuk, hogy akkor nem kell sem ez a kutya, sem a másik mondjuk. Ilyen nagyon disznó volt az udvaron, adtunk nekik abban a pillanatban vizet, és egy vödör vizet körből megittak ketten, úgy akkor ott. Úgyhogy mondtuk, hogy jó, nagyon más választásuk nincs, most elvisszük a kutyát, és akkor lemondott róla. Most már egészen kis hátas lovacska lett, hát annyira sovány volt, hogy kilógott a gerince. Úgyhogy ez most már nem látszik rajta, sőt, most már egy kicsit fogyasztani is kell őt. Ugye most már azért 9 éves, úgyhogy... Nem egy olyan túl aktív kutya, én mindenképpen kertes házba javaslom őt, akár idősebb ember mellé is, mert ő is elfogadja, hamar elfogad mindenkit, barátságos. A szomszédunkban dúló háború hatása nem csak az ukrán állampolgárokat, de az ott élő négylábúakat is érinti. Az Elizabeth menedék szállítmányával őket támogatta. Szállítóboxokat küldtünk a határa, illetve emellett takarókat, plédeket, kutyakaját is gyűjtöttünk, és ezek mentek most el, mind a kétszer, de továbbra is várjuk még, hogyha valakinek van akár feleslegessé vált ilyen szállítóbox, kicsi, nagy, mindegy, ilyen táska is lehet, ami át van alakítva kiskutya szállításra, az is teljesen jó, mert ugye ebből nagy hiány van. Akár szerintem állatgyógyszerek, készítmények azok is nagyon jók, ugye szárasztápot várnak elsősorban, mert azt könnyebb, egy pár ilyen edényt, amiben tudnak etetni, itatni, tehát minden ilyesmit, cicának, kutyának szintén mi is küldtünk, cicának is, meg kutyának is. Úgyhogy ez nem kell, hogy új legyen, boxból jó a használt is, hogyha még használható. De térjünk is vissza sorozatunk eredeti céljához. Amennyiben Bogyó, Ördög és Boni felkeltette érdeklődésüket, ne habozzanak, hiszen nekik ez egy új sors kezdete lehet. Lázár Ervin nyomán, a kék meg a sárga. Egyszer egy kék meg egy sárga festékpötty egymás mellé esett. Nem menne kicsit távolabb? Mondta ingerülten a kék. Menjen maga, válaszolta a sárga. Különben is, talán köszönne. Én köszönjek egy sárgának. Kacagnom kell, legyen szíves, ne könyököljön az oldalamba, kiáltotta a kék. Tudja meg, hogy én színezem az eget, a vizeket, meg a tengert is. Az igaz, de ön egyhangú és unalmas. Látott már maga napraforgót, vagy őszi erdőt? Mondta a sárga, de nem fejezhette be. Összefolyt a két festékpötty, nem volt már se kék, se sárga, zöld lett belőlük. Zöld lett belőlük.
Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, itt vagyunk a Gróf Festeti György Művelődési Központ Városi Könyvtárában. Szokásos heti könyvajánlón következik. Elsőként egy nagyon szép kötetet szeretnék bemutatni. A Csúri Sándor életmű sorozat második kötete. 10 kötetet kapott nemrégében a könyvtárunk, és ezt a második kötetet emeltem ki belőle, ez az emlékkönyv. Egy emlékkönyv az életre keltés könyve is lehet. Ez pedig ilyen. Nem a búcsú, a gyász hangulata uralkodik benne, hanem az a meggyőződés, hogy mindaz, amit Csóri Sándor teremtett, ma is, holnap is él. Ha valaki örül ennek, hát ezért olvassa el. Aki pedig más ízléssel van megáldva, azért, hogy szembesüljön az ellenérvekkel. Csóri Sándor egész életében furcsa viták keresztüzében élt. Évtizedeken át az volt ez a furcsaság, hogy a hatalom kivételével úgy szóval mindenki szerette. Bármilyen irányú gondolkodók, művészek, írók, filmesek, színészek, festők, szobrászok nem csak szerették, becsülték, de barátjuknak is tekintették. Szerte a magyar világból olvasók és nem igen olvasó egyszerű emberek ezrei az ügyintézőjöknek tartották, és az is volt. Az ötágú síp Ijes Gyulája után ő lett az akkor már mozaik nemzet magyarországi szellemi reménysége. Ez az emlékkönyv a hasonló célú könyveknek abban a családjába tartozik, amelyeknek minden írása kifejezetten az emlékezés központi alakjáról szól. Tehát mindenkinek ajánlom, aki a költő iránt, munkássága iránt érdeklődik, tehát mind a 10 kötet kölcsönözhető a könyvtárban. Következő más vizekre vezünk egy kicsit, ez pedig a science fiction. Ronil Kane, Fraktál című kötete, amelynek történet lényege a nanotechnológia és a dolgok internete az emberiség legnagyszerűbb vívmányai közé tartoznak, egészen addig, amíg rossz kezekbe nem kerül az egész. Egy ismeretlen jel az egész világon megzavarja az egészségügyi okos eszközöket. A jelenség különös halálesetek követik, és mindez egy világméretű összeesküvés sejtett a háttérben. A nanotechnológia egyik közismert tudós nője és egy fiatal hacker lány nyomozni kezdenek a jel forrása után, de egy gazdag milliárdos öngyilkossága, valamint 2 titkos ügynök teljesen új irányba viszik az eseményeket. Közben nem mindenki az, akinek mondja magát, és nem mindenki csinálja azt, amit valójában kellene neki, de erről még csak nem is sejt semmit. Ronil Kane harmadik regénye épp olyan pörgős és filmszerű, mint a Lillian és a Rémteremtő című kötetei voltak. A népszerű kortárs sci-fi thriller író ezúttal a nanotechnológia elképesztő lehetőségeiről ír letehetetlenül izgalmas és mélyen elgondolkodható könyvet. Hiába a fiktív jövőkép, a veszélyek nagyon is valósak. Az igényes sci-fi iránt érdeklődőknek kötelező. És a végére egy komolyabb hangvételű könyvet hoztam. Sylvie Germain, Magnus című kötete. Magnus a II. Világháború túlélt, ám egy bombázás következtében 5 éves kora óta amnéziában szenvedő Franz Georg története, akinek mindössze egy tűzrágta plüssmackó, Magnus maradt meg, elfeledett kényszeresen és hermetikusan lezárt gyermekkorából. És akinek önmeghatározásához csak a ki nem vagyok kifordított formulája jutott. Franz Georg, alias Magnus, fokozatosan fedezi fel önmaga és családja múltját a játékfigura segítségével, és töredékes emlékezete lassan egészé állítja össze a játékszerűen darabokra hullott idő titkát, miközben identitás keresése a szenvedés újabb és újabb bugyrait nyitja meg előtte. A Magnus drámai erejű történet az önkeresésről, az emlékezetről, a történelem súlya alatt megtört emberi sorsokról, amely egy mese bájával ragadja magával az olvasót. A regény szerves része Sylvie Germain életművének,
akit mélységes humánuma és a kortárs francia irodalom egyik legjelentősebb írójává emeli, és a kötetet a gimnazisták Goncourt díját megkapta megjelenésekor. 2012-ben a Francia Szépírók Társasága nagy díjával jutalmazta az író munkásságát. Jelölt volt a francia akadémiai tagságra, és 2013-ban a Francia Nyelv és Irodalom Királyi Akadémiájának tagjává választották Belgiumban, ahol a 36-os számú korábban Marguerite Yourcenar és Dominique Rollin által elfoglalt széket örökölte. Kicsit komolyabb hangvételű, de igényes irodalmi alkotás, kedvelőinek ajánlom. Ez a három könyv jutott most erre a hétre, a következő alkalommal is várom önöket. Köszönöm a figyelmüket!